3-5-7-3. Fektessünk energiát arra, hogy az általunk kedvelt akkordokat, amik éppen ugye jelen vannak az adott dalban, amit játszunk vagy gyakorlunk, próbáljuk meg azokat felhelyezni többféleképpen, többféle felrakási rendszerrel a zongorára. Ugyanis nem mindegy, hogy zenekarban játszunk, vagy egyedül kísérünk valakit, vagy akár mi játsszuk a dallamot is, és nekünk kell alá behúzni harmóniákat. Ugyanis van a tág és a szűkfekvéses rendszer. Én most egy C major esetében meg fogom nektek mutatni, hogy egy C majort hányféleképpen lehet felrakni a zongorára. Mit értek tág és szűkfekvés alatt? Amikor egy akkordot úgy rakunk fel például C major esetében, hogy C, G, H, vagy esetleg megfordítjuk EGHC-nek, vagy amikor fogjuk és szétterítjük a zongorán. Tehát nem szűkfekvésbe tesszük fel, hanem tágfekvésbe. Megismétlünk hangjait, és ez egy külön rendszer, hogy ezt hogy kell véghez vinni. Tökéletes lesz erre a C major. Na, menjünk át a zongorához. Itt a C majorunk. Ugye 1, 3, 5, 7. Alap, terc, kvint és szeptim. Na, hát akkor megnézzük, hányféleképpen lehet felrakni. Nézzük a kétkezes felrakást tágfekvésben. 1, 5, 7, 3, 5, 7. Aztán nézzük meg, hogy még rápakolunk egy szólamot. 1, 5, 7, 3, 5, 7, 3. Nézzük meg egy kicsit szellősebben. Ki fogom venni a G-t belőle. C, G, H, E, H, E. 1, 5, 7, 3, 7, 3. Mik a számok, amiket mondok? Hát ugye az alaphang, a quint, a septim, a terc, a septim, és fent is a terc. 5, 7, 1, 3, 7, 3, 7. Ez is egy nagyon szuper megfogás, ugyanis itt nem használunk alaphangot, tehát használunk, csak nem alulra tesszük. Látjátok, a C-t belerejtettem ide. Tehát ez egy másik fajta megfogása a majornak. Akár ezt használhatjuk akkor, amikor a bal kézben csak mondjuk megérintjük az alaphangot. Na nézzük a következőt. Ez egy nagyon szép fölrakás. EHC, GCG. 3, 7, 8, 5, 8, 5. És akkor az utolsó. 7, 1, 3, 5, 8, 5. Jó gyakorlást! Ha tetszett a videó, akkor kövessetek be. Hello!